A csantavéri önkéntes tűzoltó testület ezúttal 300 ezer dinár támogatást kapott védőfelszerelés beszerzésére. A településen a télen kéménytüzek miatt kellett gyakran beavatkozniuk, mondta István József, a testület elnöke. A tető is veszélyeztette a padlás, és ami a padláson van. Nem csak az emberek a hibásak ebből szempontból, gondatlanságból, hanem itt az, de hát hogy visszavezessük, csak azhoz jön ki, hogy mit tárolnak, milyen sűrűn tisztítsák a kéményt, és hogy tüzelnek, mivel tüzelnek. Ez mind összefügg egymásra. A Temerini Önkéntes Tűzoltó Egyesület védő egyenruha vásárlására 540 ezer dinárt kapott. A majális ünnepek közelettével ügyelnünk kell a tábortüzek megfelelő kezelésére és eltakarítására, emlékeztetett Bábi Szilveszter, az egyesület elnöke. Mivel a természetben vagyunk, mind előbb össze kell takarítani a lehullott faleveleket, ágakat, hogy már az mindjárt belekap, ugye a tűz, csinálni egy tűzfészket, ha van lehetőség rá, vagy kőben rakni egy kis kört, ami hogy a tűz megakadályozik a tovább terjedését, mert hiába tavasz van, de nagyon száraz így is. Idén 51 önkéntes tűzoltó egyesület részesült támogatásban. Pokrinjska vlada, naravno Pokrinjski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo nastoji da svake godine, kao što je dogovoreno, dobro 20 miliona dinara za konkurs dobrovoljnim vatrogasnim udruženjima. S druge strane, ovom prilikom želim da obećam da će u narednoj godini budžet za ovu namenu biti značajno veći. A támogatási szerződéseket Újvidéken a tartományi kormány épületében írták alá.